mindenki! Ha ide kattintottatok, akkor talán érdekel benneteket a képszerkesztés világa, bár az is lehet, hogy csak eltévedtetek. Minden esetre ne szaladjatok el, ne kattintsatok máshová, hiszen itt vagyunk a Photoshopban, és viszonylag egyszerű módszerekkel, tényleg fapados lépésekkel megpróbálunk egy ilyen zombis képkompozíciót létrehozni. Tehát mondjuk ez volt a kiinduló képünk, a hátterünk, és ebből készítünk valami ilyesmit. Úgyhogy ha érdekel, hogy hogyan lesz ebből ez, akkor a következő néhány percben tarts velem! Ha megrészegített a Walking Dead, és szeretnél magadnak egy jó kis zombis fotót, vagy legyünk nagyképűek, zombis képkompozíciót, akkor a következő néhány percben mindjárt segítünk, hogy hogyan érd el mindezt. Nem fogok túl sokat magyarázni, és nem, igyekszem nem túl magyarázni a dolgokat. Ha nem is a legegyszerűbben, de minél egyszerűbben fogjuk megcsinálni az egészet, úgyhogy a profik most forduljanak el, fogják be a fülüket és takarják el a szemüket. Horror következik minden szinten. Ehhez szükséged lesz egy bármilyen háttérre, mondjuk egy ilyenre, valamilyen komor háttér legyen, nem muszáj azért temetőnek vagy romos épületnek lenni, lehet ez egy utca részlet is, de a komor színek azok adottak legyenek, illetve hát természetesen szükségünk van egy zombis fotóra is. Az a legjobb, hogyha te magad készíted el, tehát mondjuk haverokkal vagy bármi, kimaszkírozzátok magatokat, megtépitek a ruhátokat, be a kontaktlencsét és irány a fotózás, de természetesen a neten is találsz rengeteg ilyen képet, amit összemontírozhatsz egymással. Két apró dologra azért nem árt figyelni. Az egyik, hogy honnan jön a fény. Itt a zombinkra körülbelül így jobb irányból, fentről érkezik a fény. Megnézzük ezt a fotót. Hát itt ugye a sírkövek tetejéről látszik, hogy valahonnan innen föntről jön a fény. Határ eset, az lenne jó, hogyha innen, de tegyük fel, hogy elfogadjuk, még elfogadható. A másik a perspektíva. Ugyanis nem mindegy, hogy hogy és milyen fotóba szúrod be a képedet, tehát honnan látsz rá mind a két képre. Itt például ugye úgy választottam ki a két képet, hogy egy picit ezt is föntről látja a fotós, tehát fölülről látunk rá egy kicsit erre a tájra, illetve a zombira is egy picit fölülről látunk rá. Ahhoz, hogy például meghatározhassd, hogy hol van a horizont, ahhoz nagyon egyszerűen itt egy ilyen üres réteget létrehozok, ezt csak így magamnak csinálom most egy pillanat, ahol a távolba tartó egyenesek vannak, ott húzol egy vonalat vele, itt egy másik, vele párhuzamosan, hát így körülbelül itt van, és ahol az a két vonal metszi egymást, az valahol itt van, tehát körülbelül itt van a horizont ezen a képen, nagyjából. Ez azért fontos, mert a másik képen is valami hasonló helyen kell lennie, egy nagyon picit azért játszhatsz. Tehát a fejnek valahol itt kell lennie, tehát ebben a vonalban, mivel nekünk itt van körülbelül ez a horizont vonalunk, fogjuk rá, és a fejet valahová ide kell helyeznünk. Ahhoz, hogy egy fotót a másikba másoljunk, az egy tényleg végtelenül egyszerű dolog, ugyanis Ctrl-C, Ctrl-V. Illetve előtte ugye egy Ctrl-A-t nyomunk, amivel teljesen kijelölöd a képet, aztán egy Ctrl-C-t, ugye kimásolod azt a képet, rákattintasz a következőre, a háttérre, ahová be akarod másolni, és Ctrl-V. Ez volt eddig tényleg a legegyszerűbb. Ugye, hogyha túl magasra tesszük a képet, akkor igen, hát nem lesz túl természetes a hatás, tehát így senki nem hiszi el, hogy itt egy óriás zombi, így sem hiszik el, így meg túl aprócska. Tehát valahol itt kell lenni a zombinak, ezért én ide teszem, határeset szerintem belefér, bőven. Sőt, azt mondom, hogy lehet, hogy innen érkezik jobban a fény, úgyhogy az sem lenne egy túl nagy baj, ha megfordítanánk. Edit, Transform, és a Horizontal Flippel átfordíthatjuk a másik oldalára. Hát jó legyen így. Valahol itt lesz a zombink.
Tehát megvan a két képünk egymáson. Hát igen, a háttér. Ezt valahogy ki kell vágnunk, én szerintem a legegyszerűbb módszert mutatom be. Annyi lesz csak a feladatunk, hogy fogsz egy radíreszközt, és szépen elkezded itt körberadírozni az egész zombit, szépen körbevágva. Tessék, lássék, körbe is vágtam az egész képet, illetve kiradíroztam, ami felesleg. Szerintem nem kell vele túlságosan pepecselni, így is eltartott egy néhány percig. Mint látjátok, nem olyan őrült, pontos a körberajzolás. Nagyjából kiválasztasz egy viszonylag közepes méretű ecsetet, és mondjuk a hardness ilyen 70%-osra állítva elkezded finoman körbe rajzolni először, és körbe radírozni először ezt a témát, és aztán pedig egy nagyobb ecsetet választva, egy jóval nagyobbat, akár egy kemény szélű ecsetet, a nagyját szépen le tudod tisztázni, úgy már nehezebben szaladsz bele ezekbe a finomabb témákba itt az alján. Mint látjátok, nincs teljesen pontosan kivágva, itt a hajnál azért megmaradtak a hajszálaknál az eredeti háttérnek az alakzatai is, vagyis a darabkái. Ide esetleg, persze megvannak ennek a módszerei, de nem szeretném tényleg itt senkinek az idejét rabolni, úgyhogy ennél válasszunk egy picit lágyszélű ecsetet, mondjuk jelöljük be itt, egy kisebb 20 pixeles ecset, és legyen 50%-os csak a látsága a szélének, vagy még ennél is kisebb, és itt próbáljuk egy kicsit finomabban radírozni. Nem baj, ha elveszik néhány hajszál, nem az a fontos, hanem a hangulat. Úgysem a frizurájukról híresek a zombik. Vagy akár egész kicsire is állíthatjuk. Ennyi szerintem bőven elég a kivágásnak. Persze ezt meg lehet, mondom, oldani sokkal pontosabban, de nem foglalkozunk most ezzel. Ahogy látszik, elég szépen itt a zombink, két dolgot kell még megtennünk vele kapcsolatban, hogy egy picit jobb legyen az egész. Egy, hogy nincs árnyéka, kettő, hogy a színeivel talán nem igazán harmonizál a kép többi részéhez, a háttérhez képest. Az utóbbit nagyon gyorsan megcsinálhatjuk. Legyen az, hogy rákattintasz itt a background rétegre. Fogod, lehúzod ide erre az ikonra, ezzel csináltunk egy második réteget ebből, tehát egy másolatot. Ezt felhúzzuk egyelőre ide, a tetejére, tehát a zombink fölé most el is tűnt, és eltakartuk őt ezzel a felső réteggel. Nagyon egyszerű dolog, a filter menüt megnyitod, blur és average. Ami annyit tesz, hogy szépen szétmossa az egész képet, de nagyon durván, és egy átlag szint. Tehát azt mondja, hogy ennek az egész képnek, ennek a háttérnek ez az átlag színe. Itt már nincs is más dolgod, mint mondjuk egy összhatás mód, tehát vagy a soft light-ot állítod, vagy az overlay-t. Hát legyen mondjuk az overlay, és egy jobb klik ezen a rétegen, és azt mondjuk neki, hogy create clipping mask, tehát hogy csináljon egy clipping masket. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy ennek a rétegnek a színét csak ehhez rendeli hozzá, a többihez nem, és a felső rétegnek a hatását lehet csökkenteni vagy növelni, attól függ, hogy milyen erősséget szeretnénk. És az alatta lévő rétegen egy image, adjustments, hue and saturation-nel egy picit visszabeszünk a zombinknak a színtelítettségén. Ennyire, akár egy nagyon pici lightness is lehet, és oké. Szódával elmegy, viszont nekünk kell egy kis árnyék is, úgyhogy megint ide kattintunk az alsó rétegre, létrehozunk egy másik réteget, és egy ecset, az ecset pedig legyen
Hát egy olyan 20-as körülbelül, aztán pedig létrehozzuk a méretét, ami legyen ilyen 150 körüli, a hardness pedig nulla, és nincs más dolgunk, mint itt szépen elkezdeni egy kicsit festegetni. És itt a kéznél is. A flow lehet akár 5-ös is. És óvatosan egy kis plusz árnyékot is teszünk ide. A végén azt mondhatjuk, hogy egy kicsit változtatunk az átlátszóságán az árnyéknak, nem kell teljesen erősnek lennie, így valahogy. És a végén kattintás ide a sarokba, vagy ide a layer menübe. Flatten image, az összes réteget egyé varázsolja, összemásolja. Nincs más dolgunk, mint mondjuk egy befejezésként, tényleg egy utolsó lépésként azt mondani, hogy Camera Raw Filter, és a Camera Raw Filteren belül találunk jó kis vinnyettálás effektet, amivel beállíthatjuk a képsarkok sötétedését, még komorabbá tesszük az egész képet. Így valahogy. Úgyhogy egy oké. Okay. El is készültünk a fotóval. Kezdő lépésnek szerintem tökéletesen megfelel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét és az idejét, és hogyha tetszett nektek, akkor tartsatok velünk a jövőben is, sőt, akár fel is iratkozhattok a csatornánkra. Sziasztok!